István, örülök, hogy összefutottunk, mert említettél nekem egy nagyon érdekes, izgalmas dolgot, ami először van Magyarországon. Mi ez pontosan? Így van, ez a vegán influencer találkozó. Ez egy nagyon különleges alkalom. Igazából elsőnek hívtuk létre ezt az alkalmat, hogy értékteremtés témakörben megszólaljanak olyan influencerek, akik tényleg úgymond már valamit letettek az asztalra. Lesz itt olyan, aki bloggerből lett étteremtulajdonos, Instagramosból utazási, vegán utazásokat szervező, illetve közösségi oldalt is építő. Többen jönnek, lesz erőszakmentes kozmetikumokkal foglalkozó személy is, nagyon izgalmas lesz. Alig várom, hogy elkezdjük és beszélgethessek a vendégekkel. Akkor általános influencerek érkeznek, akik mindenféle témakörrel foglalkoznak, és egyébként szívesen hozzászólnak egy kerekasztal beszélgetés során ehhez a témához is. Így van, tehát általános a téma, de a vegánsággal kapcsolatosan, és a mentességgel kapcsolatosan lesz a téma. Törekedtem arra, hogy hiteles személyeket hívjak meg, illetve, hogy hangsúlyoztam is, az értékteremtés megtörténik. Tehát mindenki vega, illetve vegán életmódot követő influencer. Így van. Mennyi lesz a beszélgetés, illetve milyen kérdésekkel készülsz feléjük? Egy órát kaptunk, nagyon hasznosan tudjuk kitölteni. Például Kelly a Csakamentes szakmai csapatából a sportot fogja képviselni. Ő is tényleg maga a hitelesség. 3,5 éves kora óta sporttal foglalkozik. Mindenkinek lesz egy általános kérdés, és próbálok azért személyre szabottan is kérdezni, de úgy gondolom egy órát nagyon könnyen ki tudunk ebben az izgalmas témában tölteni. Nagyon szépen köszönjük!